utolsó időben úgy éreztem, hogy semmiképpen nem kellett volna, hogy az LMP vezessen. Budaságban kaptunk egy gólt a semmiből. Kicsit visszavetette a csapatot, de a szünetben megbeszéltük, hogy a második fél időben kimegyünk, folytatjuk azt, amit az első fél időben, de kicsit akadozott a játék, és nem sikerült nagyon helyzetbe kerülnünk, illetve veszélyeztetni a kapuba, ahol próbáltunk bontogatni, hogy nem tudtuk megmondani az ellenfélnek a védekezését, nem tudtunk megéljük benne úgy, ahogy mi terveztük, ezért kaptunk még egy, de 2-0-nal úgy éreztem, hogy kicsit megújt a csapat. Próbáltam cserékkel, egy előtt a 11-es után próbáltam még cserékkel kicsit frissíteni a csapatot, mert ugye 2-1-es szépítettünk 11-esből, és úgy benne azt vártam, hogy akkor majd mindent egy lapra feltéve neki megyünk az ellenfélnek és próbálunk, de hozzá kell tennünk, hogy 5 kezdőjátékos hiányzott a csapatból, és ezt nem tudtuk úgy pótolni, habár nem okoztak csalódást a fiatalok, csak esetleg játékban még nem biztos, hogy minden úgy sikerült. Azért nagyon hiányzott az 5 játékos, tehát a mi keretünkből ez hiányzik. Azt kell mondanom, hogy lehetett volna az a mérkőzés döntetlen, és ha bár a Diósgyőr többször, abban, amikor már megbontottak minket, megkontráztak minket, akkor már több helyzetük volt. Így valamilyen szinten megérdemelten nyertek 2-1-re. Hát sajnos nekünk itt nagyon izgalmas lesz a vége, van még 5 forduló, nem tudom, hogy más többi mérkőzés hogy alakult. 4 ponttal vezettünk, azt hiszem, úgyhogy még 17. pozíció vagyunk. Most Örökszent Miklós szerdán, Hidas Németi hétvégén, élethalálra mind a 2 mérkőzés. Készülünk erre, elnézést kérünk a szurkolóktól, hogy bocsánat, ebben kellett volna kezdeni, minden édesanyját sok szeretettel köszöntünk anyák napi alkalmából, és a sajnáljuk elnézést szurkolóktól, hogy nem sikerült legalább egy döntetlen kiharcolni itthon. Úgy készültünk a mérkőzésre, hogy egy kimondottan kielezett mérkőzést fogunk játszani a Salgótarjánnak. Ugye tudtuk, hogy az utolsó lehetőségek egyike, hogy biztosítsák a helyüket az NB3-ban. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy a mérkőzésen a mi akaratunk teljesült. Úgy érzem, hogy végig domináltunk és végig irányítottuk a mérkőzést. Szereztünk 2 szép gólt, voltak még lehetőségeink, de azokat elpuskáztuk. Úgy tűnt, hogy egy magabiztos győzelmet arattunk, de kaptunk egy elkerülhető buta 11-est. Ettől felváltorodott a Salgótarján, és a vége pedig egy kiélezett mérkőzés lett. Ettől függetlenül összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Van még 5 mérkőzésünk, erről az útról nem akarunk letérni, minél több fiatal akadémistát akarunk beintegrálni a felnőtt futballba. Sok sikert kívánok a Salgótarjának a következő 5 mérkőzésen.